A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma az országban az elmúlt héten az azt megelőző héthez viszonyítva kétszeresére több mint 16 ezerre emelkedett, és ezzel átlépte a járvány küszöböt. Az Országos Epidemiológiai Központ jelentése szerint az év első hetében valamennyi megyében nőtt az influenza-szerű megbetegedés miatt orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. Ez a szám Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Győr-Moson-Sopron és Hajdú-Bihar megyében volt a legmagasabb. Laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenzavírus által okozott megbetegedést 10 területen, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében diagnosztizáltak. Megyénkből 74 háziorvos vesz részt a figyelőszolgálatban. Az év első hetében 100 ezer lakosra már 245 beteg jutott. Az elmúlt 6 évben ilyen korai járványos küszöbszint átlépés nem volt Szabolcs-Szatmár-Beregben, tehát intenzíven kezdődött az influenza szezon. A megyén belül a betegek 35%-a 15-34 éves fiatal felnőtt volt, 18%-a 35-59 évesek korcsoportjába tartozott. A megbetegedettek mintegy 39%-a gyermek, 8%-uk pedig 60 éven felüli volt. A 20 laboratóriumba küldött légúti vizsgálati mintából 8 esetben találtak influenza vírust. A szakemberek szerint a fertőző megbetegedések terjedésének megakadályozása szempontjából fontos, hogy a klinikai tünetek megszűnését követően is pihenjünk még. Ugyanis a tünetek megszűnésével a kórokozók hordozása nem szűnik meg, így a visszaesés, a felülfertőződés bármikor megtörténhet. Az influenzás megbetegedések halmozódása miatt országosan eddig 4 egészségügyi intézményben rendeltek el látogatási tilalmat. Nyíregyházán, a Józsa András Oktatókórházban, a szülészet nőgyógyászati osztályon, a gyermekosztályon és az újszülött részlegen, valamint a krónikus belgyógyászati osztályon.